Jó reggelt! Áldott napot. Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi és szent nép! Isten népe, ébresztő! Halleluja! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket! Uram, hálát adunk neked, és aki hálával áldozik ma is, az dicsőít téged! és aki az útra vigyáz, megmutatod annak a te szabadításodat, atyám. Így adok hálát az én testvéreimért, és köszönjük, Uram, hogy nem fogy el a mi ajkunkról az imádat, hanem csata előtt, csata közben és csata után hálát fogunk adni, és meg fogunk emlékezni a te nevedről, mert minden jó adomány és tökéletes ajándék, Tőled származik, Atyám, és hozzád szálljon fel ma is a mi imádatunk. Köszönöm Neked, Uram, így építünk oltárt a mi életünkbe, így építünk oltárt a mi szánkkal, a mi szívünkkel, Neked, Uram. Amen. A mai rabszódi címe, Isteni származás. Egy János 4.4. Ti az Istentől vagytok, fiacskájum, fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Újászületve lenni azt jelenti, hogy Isten leszármazottja vagy, egy isteni lény. Nem egy átlagos személy vagy, mert benned van ugyanaz az élet, ami Istennek van. Amikor Jézus a földön járt, megvolt ez a tudatossága. A János 6.38-ban így szólt, mert azért szállottam le a mennyből, megerősítette az ő isteni származását. Így kell gondolkoznod, beszélned és élned. Légy tudatában az Isteni származásodnak. Istentől jöttél. Az igazi származásod Isteni. Az Úr Jézushoz hasonlóan beszélj maga biztosan, és tekintélj amikor megerősíted, hogy ki vagy. Emlékezz vissza, mit mondott a Zsoltáros a Zsoltárok 82.6-ban. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindjárt. Istenek vagyunk, mert Istentől születtünk. Ha arra gondolnátok, hogy a zsoltáros talán túl messzire ment, olvassátok el magának a mesternek a szavait a János 10.34-ben. Ő megismételte ugyanezeket a szavakat mondván. Nincs én megírva a ti törvényetekben és mondá, én mondám, Istenek vagytok. Igazítsd magad Isten az ő gondolataihoz és elképzeléséhez, és ennek megfelelően beszélj. Időnként erősítsd meg, hogy az Isten fajta élet részese vagy, ahogy Jézus, úgy te is az vagy. Azzal lesz teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Hagyj, hogy annak tudata, hogy ki vagy Krisztusban, az isteni származás tudata irányítson mindent, amit mondasz és teszel. Hagyd, hogy ez a tudat irányítsa életed minden mozzanatát. Halleluja! Krisztus benned a dicsőség reménysége ma is. Fontos azt tudnod, hogy Isten fia, Isteni eredetű, faj, és te Istennek a fia vagy, és őt képviseled, és Istennek a nagykövete vagy, és az ő reprezentációja, mosolya, szavai, szeretete, kedvessége, kegyelme mások felé. És ezt tudod kifejezni az, a rokonaid felé, a barátait felé, és a szavaidnál sokkal fontosabbak a cselekedeteid is, a viselkedésed. Nekünk nem prédikálnunk kell az igét elsősorban, hanem bemutatni, bemutatni azt, hogy kicsoda Krisztus, bemutatni az ő személyét, bemutatni azt, hogy hogy mosolyog, hogy milyen az ő szeretete, az ő kegyelme. Te Krisztus jó illata kell, hogy legyél a világ számára és és azért nevezték a keresztényeket keresztényeknek mert azt mondták, hogy ez olyan mint Krisztus elmentek a bevásárlóközpontba, központba és a boltos néni olyan kedves volt hozzájuk mint Krisztus vagy elmentek egy egy elmentek Valahol valakivel üzletet kötni, és az üzletpartnerükre azt mondták, te biztos keresztény vagy, mert olyan jó indulattal fordulsz felém. Tehát a kereszténység nem egy vallás, az egy. az Istennek a bemutatása, képviselése ezen a földön. Úgyhogy a szavaidnál sokkal fontosabbak a cselekedeteid. Van is egy ilyen mondás, hogy Legyenek annyira hangosak a cselekedeteid, hogy nem hallom a szavaidat. Mutasd be Krisztust, legyél Krisztus jó illata. Krisztus természetének, karakterének, jóindulatának és szeretetének a kiábrázolódása, mert erre van szükség ennek a világnak. És amikor bemutatod hitelesen Krisztust, ők is majd fogják akarni megismerni a benned élő Krisztust mond a megvallást. Uralkodom e világ elemei felett, a démonok, a betegség és a halál felett, mert Istentől születtem. Krisztus élete megnyilvánul bennem, dicsőségről dicsőségre, és Isteni származásom tudatában járok. Jézus nevében. Amen. Ámen. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok, és gyönyörű áldott napot kívánok mindannyiótoknak. Képviselt Krisztust a mai napon is. Isten áldjon meg benneteket. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő!